Történelmi ismeretek hiány sokan állítják napjainkban, hogy Palesztina és persze maga a palesztin nép valójában sosem létezett. Ezzel szemben viszont nézzük az igazságot és a tényeket, melyek ugyebár makacs dolgok. Ez itt a Balfour nyilatkozat, melyet James Arthur Balfour, brit külügyminiszter írt alá 1917. november 2-án. A levelet Walter Rothschild bárónak írta, és kifejtik benne, hogy a brit kormány támogatja a cionistákat egy zsidó nemzeti otthon létrehozásában Palesztina területén. Igen, jól hallottátok, a brit külügyminiszter ezt a területet így nagy betűvel Palesztinának nevezi, aki tehát arra hivatkozik, hogy Palesztina nem létezett csak azért, mert brit gyarmat volt, az olyan, mint azt mondani, hogy India sem létezett csak azért, mert gyarmatosították, ebben a nyilatkozatban viszont maguk a britek nevezik a területet Palesztinának. A nyilatkozat szövege pedig a következő. Kedves Lord Rothschild! Nagy öröm számomra, hogy közvetítettem ő felsége kormánya nevében a zsidó cionisták törekvésével szimpatizáló alábbi nyilatkozatot, amit benyújtottunk és jóvá hagyott a kabinet is. Ő felsége kormánya jóindulatúan tekint egy zsidó nemzeti haza megteremtésére Palesztinában, és minden tőle telhetőt megtesz a cél elérésének elősegítésére, miközben világosan kell látnunk, hogy semmi nem csorbíthatja a Palesztinában fennálló nem zsidó közösségek polgári és vallási jogait, illetve bármely más országban élő zsidók jogait és politikai státuszát. Mivel pedig egyes arab népek úgy vélik, hogy Palesztina odaajándékozása a zsidóságnak és persze a cionizmusnak teljesen jogtalan volt, a palesztinok jogait pedig nem tartották tiszteletben, ezért háborút hirdettek a cionizmus és az általa létrehozott állam, Izrael állama ellen. Ez tehát az ő nézőpontjuk. Ami pedig a palesztin nép állítólagos nem létezését illeti, arra a válasz a következő. Egy emberről vagy egy népcsoportról soha nem mások, és legfőképpen nem az ellenségei határozzák meg, hogy létezik-e vagy nem, hogy milyen identitással vagy öntudattal rendelkezik egyáltalán, hogy miképpen határozza meg saját magát. Hiába mondja például az orosz vezetés egy kievi embernek, hogy te már pedig orosz vagy, ha ő ukrán identitással rendelkezik, így ukránként definiálja saját magát, mint ahogy hiába mondod a felvidéki magyarnak vagy az erdélyi székelynek, hogy te már pedig szlovák, illetve román vagy, ha ők ezt kikérik maguknak. Mint ahogy az írek is, noha angolul beszélnek, kikérik maguknak, hogy britnek nevezzék őket, hiszen ők írek. De ugyanez igaz az arab világra is, hiszen Szaúd-Arábiában, Jemenben vagy Ománban ugyanúgy az arab nyelvet beszélik, mindannyian arabok, mégsem mondja magáról egy szaudi, hogy én jemeni vagyok, és fordítva, mint ahogy a törökországi kurdok is kurdnak határozzák meg magukat. Hova tartozását és identitását tehát mindenki maga dönti el, és nem mások helyette, éppen ezért higgyétek el, hogy bizonyos, szélsőséges eseteket kivéve egy ember, vagy éppen egy népcsoport sokkal jobban tudja magáról, hogy kicsoda és hova tartozik, mint mások. Ezt mindenkinek magának kell eldöntenie, és nem másoknak, még akkor is, ha a cionisták nagyon sokszor előszeretettel hoznak döntéseket mások nevében. Itt tehát hiába mondják egyes farizeusok, hogy te már pedig nem palesztin vagy, hanem krumpli vagy zeller, amit le kéne vágni. Attól, hogy tagadjuk egy nép létezését, az még nem jogosít fel a népirtásra. Palesztina tehát létezett, mint ahogy a palesztin nép is létezik, még ha sokaknak ez fáj is, és dolgoznak azon, hogy ez ne így legyen. Everybody do me, kick me, kite me, don't jump like a fight me. All I wanna say is that they don't really care about us.